Volt egy nemzedék, amely úgy döntött, hogy nem akar többé lefüggönyözött ablakok mögött élni. Egy nemzedék, amely azt mondta, a szó már nem elég. Nem voltak tábornokaik, nem volt hadseregük, sem haditervük. Csak ökölbe szorított kezük és tiszta szívük. Ezekkel a mondatokkal kezdődik az a tévéjáték, amellyel ebben az esztendőben emlékezik Székesfehérvár az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján. A Barátságmoziban október 23-ai forradalom kitörésének előestéjén mutatták be Matuz János Szemek című dokuballadáját, amely a II. Világháborút követő időszak székesfehérvári történéseit foglalja össze, egészen a forradalom napjainak megidézéséig. A vetítés előtt Cserpakovics András polgármester emlékéremmel köszöntötte Perényi Istvánt, aki korabeli fotóival hozzájárult a film hitelességéhez. Az egész családomat tönkretette Trianon. Apám Alsólendván született, nagyapám Érsekújváron, nagybátyám Csíkmegyébe, Csíkszeredán járt gimnáziumba. A háború teljesen tönkretett bennünket, egy feladatunk maradt gyerekeknek, hogy tanulni, mert semmink sem maradt. Mind a hárman diplomáztunk. Én ide kerültem Fehérvári Városi Tanács állatorvosaként a főtérre, tehát az ablakom alatt, a hivatali ablakom alatt játszódott le a forradalom, ott tudtam fényképezni, ott láttam azt a lelkesedést, azt a vissza nem térő lelkesedést, ami akkor elöntött bennünket, bár mögötte ott volt a félelem, hogy ez olyan csoda, hogy ez szinte nem is tarthat sokáig. Kicsi az én hazám, de nem börtön. Drága magyar vér, ne folyjon többé. Kis nemzet vagyunk, melynek minden cseppér nagyon drága. Szerintem ezek közelebb hozzák ezeket a történéseket a maffia taljaihoz is, és talán közelebb hozzák azt is, hogy nem volt feltétlenül mindig természetes az a szó, hogy szabadság, nem lehetett azt mindig feltétlenül szabadon megélni. Cserpakovics András köszöntőjében kiemelte, fontosnak tartja, hogy az alkotás olyan szemszögből mutatja be a korszakot, amely a fiatalok számára is hiteles adalékkal szolgál és kiegészíti az eddig tanultakat. Azt hiszem, hogy ez ilyen filmekből érthetik meg, hogy egyrészt mi és hogyan zajlott 1956. októberében, mi vezetett odáig, milyen következményei voltak, de azt is megérthetik egy-egy ilyen filmből és alkotásból, hogy ez nem csak a múlt, nem csak történelem, hanem bizony a mát is jelenti, az ő életükre is hatással van, és a minimum, hogy tisztelettel tartozunk azoknak, akik azt a szabadságot kivívták, amivel mi ma már itt élhetünk, bármilyen életkorban is érünk itt a 21. században, és ezért nagyszerű kezdeményezés az, hogy évről évre fiatalok azok, akik megelevenítik a budapesti, vagy akár éppen a székesfehérvári eseményeket, történeteket, mert ezekből a történetekből kiderül, hogy emberi sorsokról van szó, az emberi sorsok pedig adott esetben ugyanolyan fiatalok voltak 1956. októberében, mint akik most ezeket a szerepeket eljátszották. És hogyha ezt elérjük, akkor közelebb visszük hozzájuk a történelmet, és rögtön kiderül, hogy bizony ennek van hatása a mában, van hatása az ő életükben, és nekik is van felelősségük már abban, hogy ez a szabadság, ez most már itt maradhasson, ezzel azt gondolom, hogy tartozunk azoknak, akik életüket áldozták ezért a bizonyos szabadságért, vagy éppen szabadságukat, vagy éppen el kellett hagyniuk azt az országot, amit saját otthonként szerettek, és lehet, hogy soha többet nem jöhettek vissza. Úgyhogy én remélem, hogy sokan fogják ezt a filmet megnézni, nem csak az idei október 23-ai megemlékezésekkor, hanem az ott esetben a következő években is osztályokban, osztályfőnöki vagy történelmórákon, ott fognak róla egy kicsit beszélgetni, és ezáltal közelebb hozzuk ezeket az eseményeket a maffia tajaihoz. A film elkészültében komoly szakmai segítséget nyújtottak a Kodolányi Gimnázium drámapedagógusai, diákjai és a többi szereplő mellett a Fehérvár Média Centrum munkatársai is. A Fehérvár Média Centrum fő feladata az a napi munka, a hírek előállítása és a fehérváriakhoz a térségben élőkhöz való eljuttatása. Ez is egy felemelő feladat, de még felemelőbb az, amikor az értékőrzéshez, az értékmentéshez foghatunk hozzá, és ez a film, a Szemek című alkotás egy ilyen feladat. Nagyon büszkék lehetünk arra, hogy az önkormányzattal, a programszervező Kft-vel, Kodolányi Gimnáziummal együttműködve Matuz János rendezésében egy ilyen alkotás részévé válhattunk. Kollégáim munkáját dicséri az, hogy ez az alkotás ennyire megindító, ennyire hatásos, és korszerű eszközökkel, de a múltba, a múlt
eseményeibe elmélyülve igazán átélhetővé és érzékelhetővé tette azt, hogy az 56-os fiatalok az akkori forradalmárok mit éltek át, mire gondolhattak, hogy jutottak túl az megelőző évtized szörnyűségein, és hogyan robbant a forradalom, miért kellett nekik ebben részt venni, és miért volt természetes, hogy egy tisztességes, becsületes magyar embernek ott a helye a forradalmárok között. Ezt tudhatjuk meg ebből a filmből, és az, hogy kollégáimmal együtt ebben részt vehettünk, ez egy olyan kötelesség, ami ilyenk, amit részben önként vállaltunk, részben pedig szakmai elhivatottságból, hiszen Fehérvár történelmét feldolgozni, a közelmúlt eseményeit számba venni, és átadni a fehérváriaknak, az továbbra is feladatunk. Nem véletlen, hogy belekezdtünk már korábban a Fehérvár magazin hasábjain egy hasonló sorozatba. Ott mutattuk be Séda Mária naplóját először, amiből aztán egy filmet is készítettek a Fehérvár Televízió munkatársai. Ugyancsak a televízióban Sinka Jenővel indítottunk egy olyan több részes ismeret átadó sorozatot, amiben az egész forradalmi napok, illetve az azt megelőző évek eseményeit tudjuk rögzíteni fehérvári szemszögből is. Ez a mi munkánk a napi hírgyártáson és hírtovábbításon túl. Örülök neki, hogy részt vehettünk. Te szerencsétlen! Csak egy olasz lágert! Csak? Olaszt? Nyitott ablaknál, hogy az egész ház hallja! Mi bajod van, Gáspár? Milyen adó ez? Hm? Honnan veszed? Mert hogy ez nem a Kossuth Rádió, az Hódzihel! Balogh Mihályt a Szabad Színház tagjaként ezúttal Stankai szerepében, egy az embertelen diktatúra opportunista kiszolgálójának szerepében láthatjuk. Engem mindig is foglalkoztatott Székesfehérvár történelme, története, és főleg, hogyha egy ilyen kiemelt eseményről van szó, mint amilyen az 56-os forradalom is volt, és ez engem nagy örömmel tölt el, hogy Matusz János elhatározta ezt évekkel ezelőtt, hogy a helyi történeteket dolgozza fel olyan formában, amivel sokkal közelebb tudja hozni a mai fiatalokhoz, tehát ahhoz a korosztályhoz, akik valójában akkor is harcoltak, a 10 évesek, hogy megértsék azt, hogy ez miről szólt pontosan, és hogy ez nem valami távoli dolog, hanem ez egy olyan dolog, amivel ők is tudnak azonosulni, és szerintem az ilyenfajta filmek, illetve korábban az utcaszínházak, ezek nagyon, nagyon sokat tudnak segíteni ebben, hogy a fiatalok mindezt megértsék sokkal jobban. A Józsi két dologért rajongott. Az egyik a rádió volt, a másik a foci. Valahogy Józsi bármit képes volt foci nyelven leközvetíteni. Jó napot kívánok, kedves hallgatói! Ahogy innen a magasból meg lehet állapítani, úgy látom, hogy Imre Antal, de nekünk csak Toci! És Toci kiúszta magát, mintha tényleg a pályán lenne ő is. Egy csípő üzletbe készül belépni. Nézi a kirakatot, mérlegel, mert a 20 pár egyforma 46-os méretű férfi gumicsizmán kívül más egyéb nincs. Samu Miklós a kiváló médiaszakember, Balú Józsi bőrébe bújva riporterként mutatja meg tehetségét, árnyaltan a sport eszközrendszerével kalauzol el és ismertet meg bennünket az 50-es évek hitevesztett szegényes világával. Nekem egy nagyon kedves szerep volt, hiszen aki egy picit ismer, ezt tudja jól, hogy a sport, annak a szeretete az nagyon közel áll a szívemhez, különös tekintetben ugye a labdarúgásra vonatkoztatva, ami viszont, hogyha egy picit kiterjedtebben szeretnénk vizsgálni az érzéseket, akár a saját magam személyes érzéseit az 56-os történéssel kapcsolatban, akkor azt gondolom, hogy első ízben mind a darab megtudásának a pillanatában, illetve az eljátszásakor is, és egyébként az vetítéskor is az a fajta felelősségérzet volt az emberben, ami elsőként ugye lepörgött, hogy az 1956-os történésekről én azt gondolom, hogy kötelességünk és felelősségünk emlékezni és emlékeztetni korosztálytól függetlenül, hiszen ne felejtsük el, 64 évvel ezelőtt olyan fiatal emberek küzdöttek akár az életük árán is, amilyenek most mi vagyunk, és köszönettel és tisztelettel kell tartoznunk irántuk, hogy ők ezt az utat helyettünk is, ha úgy tetszik, kijárták. Helyet kupátok! Hányszor mondjam, hogy gyertek el a lépcsőtől? Tankai volt a pince légoltalmi felelőse. Utáltuk. A légnyomás nem játék. De még hogy az? Alig vártuk a légibombázást. Én, a kisbanga, meg a Toci.
Csak a Sasa nem várta. Mert a Sasa... Egy sose! Csak mert nem szeretek minden marhaságot. Gondolkodhatnál is, ha volna mivel. A játék eredetileg a kis banga ötlete volt. Felállsz a lépcső 5. fokára. És a 2. lépcsőfokon kezdődött. És várod, hogy jöjjön a bombázó. Mert a véltes meg a kis banga mindenben vetélkedtek egymással. Így lett a 2 lépcsőből 5. Jön a bombázó. Te csak állsz, és várod. Ha túl messze volt ki, oda a játék. Ha túl közel, életveszély. Oda fent a pilóta, kioldotta a bombát. Hallod, hogy egyre hangosabban süvít feléd. Na már, hogy félsz, mégsem mozdulsz. Csak ott állsz fent az 5. lépcsőfokon. Végül bum! Ahogyan az már hagyomány a városban, most is egy fehérvári középiskola adta a szereplőgárda többségét. Ebben az esztendőben a Kodolányi János gimnázium diákjaival dolgozott együtt Matuz János, így nagy kihívás hárult az intézmény drámapedagógusaira, Bobori Mihna Boglárkára, aki Sztankainé szerepében is köszönthettünk, és Láposi Anitára is. Azt mondtam a kicsiknek, a Kodolányi és Kodocska tagoknak, hogy ez egy nagyon szép történet lesz, és hogy ez abszolút nekik való izgalmas munkafolyamat lesz. Aztán persze nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy mit fognak eljátszani, mi lesz az ő feladatuk, hogy hova fut ki maga a történet, mert az ő szerepük csak a film feléig tartott. És hát aztán utána, ahogy a forgatásban részt vettek, ők is látták, hogy ez az egész, ez egy hallatlanul izgalmas és nagyon szép feladat, és hát nagyon-nagyon élvezték. Bár a kommunista párt az első szabad választáson, 1945. novemberében a szavazatoknak csak mintegy 17%-át kapta, a belügyi tárca a kezükbe került. A diákok hitelesen fogalmazták meg a történelmi idők felnövekvő gyermekeinek különleges a forradalom megéléséhez vezető világát. Czaltik Bálint nagy felelősséggel mesélt az igazról. Én nagyon örültem ennek a felkérésnek, és igazából nagyon szívesen is elfogadtam, mert nem tudtam erről az 56-os forradalomról olyan sok minden, de a film forgatása alatt nagyon sok minden újdonságot megtanultam a filmről, és így már sokkal jobban átlátom az akkori helyzetet. Magyarország a Szövetségi Ellenőrző Bizottság irányítása alá került. A Szovjetunióból hazatért, és az itthoni kommunisták szovjet tanácsadók közreműködésével elkezdték az ország szovjet típusú átalakítását. Bögyös Dorina méltó mesélőtárs volt az Igaz Mese szövevényes útvesztőiben. Olyan oldalról ismertette meg velünk a forrongó világ mindennapjait, amely közelebb hozza a ma emberét annak megértéséhez. Igazából először érdekes volt, de én nagyon örülök, hogy végigkísérhettem ezt az egészet, mert mi tényleg ott voltunk az összes forgatási jelenetnél, és igazából jó volt látni, hogy úgymond a felnőtt színészek is hogy átélik, és így én is kicsit át tudtam élni az ilyen régebbi eseményeket. Szóval, hát igazából így összességében nekem nagyon tetszett az egész, és érdekesnek találom, szóval mindenképpen tanulságos történet. 1956. október 22-én Budapesten, a Budapesti Műszaki Egyetemen több ezres nagy gyűlésen 16 pontba szedték követeléseiket. Követeljük az összes szovjet csapatok azonnali kivonását! Megrövidebb időn belül hívják össze a pártkongresszus és válasszanak új központi vezetőséget. A kormány alakulja át Nagy Imre vezetésével. Nyilvános tárgyalást követelünk Farkas Mihály és társai bűnügyében. Rákosi Mátyást hozzák haza és állítsák a népítélőszék elé. Általános egyenlő és titkos választásokat követelünk az országban több párt részvételével. A budapesti eseményekről először 23-án a Szabad Európa Rádió 22 órás idejében értesültünk. Követeljük az egész magyar gazdasági élet átszervezését szakembereink bevonásával. Másnap egy csapzott, kialvatlan fiú érkezett vonattal Pestről. Keszei István másodéves bölcsész hallgató, aki korábban itt a megyei könyvtárban volt könyvtáros. Első kézből hozta a hírt az előző nap a rádió előtt eldördült lövésekről. Teljes vélemény, szólás és sajtószabadságot, szabad rádiót!
szoborhoz eredetileg azért mentünk, hogy szolidaritásunkat fejezzük ki a lengyel felkelés mellett, akiknek szintén elegük lett a kommunista uralomból. Felolvastuk a 16 pontot, rengetegen voltunk. Valaki egy magyar zászlót emelt fel, amiből ott helyben tépte ki a Rákosi címerőt. Éjjelzés tört ki. Lett zászlónk, és lett címerünk. Utána a parlamenthez mentünk. A csínompalkót és más hasonló dalokat énekeltük. A járókelők a járdán sorfalat álltak, sokan csatlakoztak a mellettünk. Nem is mentünk, hanem suhantunk akár a szél. A parlamentnél több százezres tömeg gyűlt össze. Egészen a nagy lépcsősor tetejéig csordult a nép, és jelszavakat stammált. Matúz János a rendező betegsége miatt nem vehetett részt a premiéren, de természetesen ő is megszólalt, elmondva a Szemekfilm születésének indítatását. Az egyik októberi előadásom premierjén már valahogy sejtésszerűen megfogalmazódik bennem a következő előadás alapötlete. Így volt ez idén is, amikor a tavalyi előadást a Széchenyi szakgimnázium diákjaival megcsináltuk az elnémult harang fölött, akkor eszembe ötlött, hogy szemek. És eszembe ötlött, hogy Kodolányi gimnázium. És onnan akkor tudtam, hogy a következő egész évet az októberi ünneppel kapcsolatban ennek a kikutatására fogom szentelni. Minden évben egyre jobban és jobban belevontam a fehérváriságot ebbe az október 23-ával kapcsolatos ünnepkörbe, ami egyébként a dokumentumok szerint túlnyomó részt egy pesti történet. A legfontosabb, leginkább emlékezetes események a vidéki Sotvezeken kívül nyilván Pesten történtek. Én pedig azt gondoltam, hogy Fehérvárnak lett annyi történelmi puvoárja 56-tal kapcsolatban is, hogy illik nekünk itt Fehérváron, fehérvári szemszögből feldolgozni az eseményeket. Így is történt. Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Székesfehérvár dolgozó népe, munkások, marasztok, értelmiségiek, akik 22 óra után fegyveres támadást intéznek, már nem gyerekek többé, hanem fiatalok, akik növekvő ellenérzéssel hallgatják a felnőttek szavait, a dühös mentegetőzéseket egy elrontott világból. Az a javaslat született, hogy délután vonuljunk a Szabó palotához, és a fogvatartott politikai elítélteket szabadítsuk ki. A film megerősíti, hogy a lyukas zászló nem pusztán bot és vászon, hanem szimbólum. Két emberöltön át őrzött kincses láda takarója, amit több mint három évtizeden át hamissággal firkáltak tele, hogy aztán az újkor és nemzedék, amik köztünk élő hősökkel együtt patyolat tisztára mossa és gyöngybetűkkel jegyezze fel rá gondolatait, hogy aztán büszkén emelhesse magasba. Készen állsz. És Sasa már nem fél. Tudja, hogy aki repülni akar, annak merni kell elrugaszkodni. És hogy nincs egyedül. Készen. Az egész világ Magyarországra figyelt ekkor. Forradalomra, ami az 1940 utáni világtörténelem egyik legkiemelkedőbb eseménye volt.